Kedves testvéreim! A jelenlévő anyukák, jelenlévő nagymamák azt hiszem nagyon jól tudják, mit jelent ez a kifejezés a szó legszorosabb értelmében, hogy tisztába tenni. Nyilván a kisbabákra, a csecsemőkre gondolunk először, azonban tisztába tenni azt is jelenti szép magyar nyelvünkben, hogy valamit tisztázni, valamit megbeszélni, egy tisztázó beszélgetést folytatni egymás között. És azt hiszem, hogy itt Jézus ebben a mai evangélium részletben pontosan erre hívja az ő követőit, a tanítványokat. Miért is? Azért, mert az a nagy-nagy beszéd, amit elmondott az élet kenyeréről, amit olvastunk az elmúlt vasárnapok során, hihetetlen kemény beszéd volt. Fölfoghatatlan, szinte értelmezhetetlen. És ezért a tanítványok botránkoznak. Botrány számukra, amit hallottak. Jól figyeljünk, ugye a beszéd maga, ahogy hallottuk az elmúlt vasárnapokban, Kafarnaumban, a zsinagógában hangzott el, elsősorban a zsidók voltak ott jelen. És itt a mai részletben nem róluk van szó, hanem a tanítványokról, a 12-ről és a tágabb tanítványi körről. Ők azok, Jézus követői, akiknek mindez nem tetszik, akiknek sok, akiknek elég volt. Ha keresek egy hasonlatot, akkor azt mondanám, hogy a tanítványok itt egy útkereszteződéshez érkeznek. És tudjuk nagyon jól, akármilyen közlekedési eszközzel járunk elünk, egy útkereszteződés, az mindig egy döntést kíván. Egyenesen, jobbra, balra, elsőbséget adunk, bármi egyéb. És itt ez a nagyon kemény beszéd Jézus részéről egy nagyon határozott döntésre hívja a tanítványokat. Ebbe a döntésbe, ebbe az útkereszteződésbe pedig nem szabad máshogy belemenniük, mint csak és kizárólag a Jézusba vetett hittel és bizalommal. És bármilyen nehéz is, de ami ezzel jár, az felülmúlja minden, de minden elképzelésüket. A döntés, a választás. Az olvasmányban éppen ezért olvassuk a mai vasárnapon Józsué történetét, hiszen tulajdonképpen ugyanilyen útkereszteződésről, ugyanilyen gyökeres választásról van szó, amikor már Józsué bevezeti a választott népet hosszú-hosszú pusztai vándorlás után az ígéret földjére, akkor ott a népnek fehéren, feketén döntenie kell, nyilatkoznia kell, akarják-e az Urat szolgálni, akarják-e őt követni, vagy pedig sok-sok más pogány Istennek akarnának szolgálni. Jézusnál ugyanez a helyzet. Elmentek, vagy maradtok? Ez az ő kérdése a hallgatóságnak, a tanítványok felé. És bizony megdöbbentő, hihetetlen, hogy az evangélista ezt lemeri írni egyáltalán, hogy vannak, akik nem kérnek belőle, a tanítványok közül. Vannak, akik ott hagyják őt. Köszönjük szépen, megyünk a saját utunkon. Az útkereszteződésben másfelé fordulnak. És azért Jézusnak a kérdésében, hogy ti is el akartok menni, mondja a 12-nek, ebben a kérdésben azért benne van nagyon keményen Jézusnak a fájdalma. Ott hagyták őt. Nem egy, nem két ember. Saját tanítványai. És mégis, hogyha ezt a fájdalmat Jézusnak, ezt a magatartását szemléljük, tanulunk tőle egy nagyon-nagyon fontos dolgot. És ez az egyik üzenet a mai vasárnapon. Mégpedig ő nem erőszakolja rá a saját tanítását, a saját üzenetét senkire. Ha úgy döntenek, hogy elfordulnak tőle, úgy döntenek. Ő nem megy utánuk.
Ő nem kezdi el győzködni őket, hogy már pedig így, már pedig gyere vissza, én még ezt vagy azt ígérem. Nem. Mindent elmondott, fehéren, feketén, akinek füle van, hallja meg. Az ajánlata egyértelmű. És ez nagyon fontos, ez a szó, nem csak akkor, hanem a mai világban is, a mai hitünkben, a mai kereszténységben is. Amit Jézus felkínál, az egy ajánlat. Semmire nem kötelez. Semmit nem akar ránk erőszakolni. Meghagyja a mi szabadságunkat, mert az embert az Isten szabadnak teremtette. A döntés a miénk. Az útkereszteződésben ő megmutatja nyíllal, hogy erre menjünk, de a döntés a miénk. Fordulhatunk erre is, arra is. A másik fontos üzenet pedig, hogyha a tanítványok szemszögéből nézzük mindent, akkor rádöbbenhetünk, hogy a hit, Jézusnak a tanítása mennyire törékeny. Olyan, mint egy cserépedény. Bizony, el lehet fordulni, benne van az eltávolodás, benne van az, hogy adott esetben egy hívő keresztény ember, vagy adott esetben egy pap esetleg hónapokig, évekig nem imádkozik, nem tartja személyes kapcsolatát az Istennel. A hit az ténylegesen egy ilyen törékeny valóság. És mégis az úton meghívást kapunk, hogy tovább haladjunk. Vele, mert ő vezet. Igazából rajta sosem múlik. A döntés, a választás ebben az útkereszteződésben mindig a miénk. Ma is. Ma is, amikor egy egészen más világban kell döntenünk újra és újra Jézus mellett. 2000 éve is mások voltak a körülmények, a nehézségek, ma is. Egy biztos, valahol a lényeg ugyanaz, aki Jézust követi, aki hallgatja az élet kenyeréről szóló nagyon kemény beszédet, ugyanúgy meghívást kap arra, hogy jellé váljon, hogy azt a hitet hitelesen élje meg, amit Jézus felkínál. Azt hiszem, ma különösen is fontos ez. A hiteles és őszinte tanúságtétel. Kérjük ehhez a Szentlélek erejét.